A túravezetőnek nem ismeretlen a helyszín, hiszen korábban is járt már a kulturális központban, többen pedig éppen a korábbi remek tapasztalatok miatt érkeztek a rendezvényre. Radics Tamás ezúttal Nepálról tartott érdekes és nem mellesleg ismeretterjesztő előadást. Az ország fővárosából, Katmanduból fogunk indulni, aztán egy kalandos repülés során a világ egyik legveszélyesebb repterén keresztül Luklába fogunk jutni, és onnantól indul majd egy olyan 10 napos trekking utunk az alaptáborba, és aztán majd vissza megint Luklába, és hát erről lesz szó, hogy útközben mit lehet látni, milyen 8000-eseket, 7000-eseket lehet látni, milyen népek élnek ezen a területen, miért jó Nepál, milyen nehézségei vannak a közép-európai, vagy mondjuk nevezzük nyugati embernek, hogyha ilyen keleti irányba indul el, milyen ott egy magas hegyi túra, szóval igyekszem minél több szempontból, vagy nézőpontból bemutatni majd ezt az Everest környékét. Mert hogy veszélyekkel és kihívásokkal tarkított a környék. Persze a szakember azt vallja, különösebb előképzettség nem szükséges az úthoz, azért az mégsem gyaloggalop. Ez a világ egyik legkisebb kifutó pályájával rendelkező repülőtere. Egy hegyoldalba alakították ki, még az 50-es években, vagy a 60-as években Edmund Hillary-ék, akik az elsők voltak, akik megmászták hivatalosan Tenzing Norgé-val az Everest legmagasabb pontját, és ezután tulajdonképpen Hillary rengeteget dolgozott ki Nepálba, iskolákat alapított, és egy ilyen repülőpályát is kialakított, és ez a mai napig is egy nagyon veszélyes hely. Egyrészt azért, mert nagyon rövid a kifutópálya, hegyoldalba épült, úgyhogy amikor a kis gépek itt leszállnak, ez ilyen 15-20 fős gépeket kell itt elképzelni, csak is kizárólag jó időjárási körülmények között mennek fel, vagy repülnek ezek a gépek, akár Katmanduból, akár Mantaliból, és olyan a repülőtér, vagy olyan a kifutópálya, hogy amikor leszállnak a gépek, emelkedik. Ezzel is lassítja a gépet, visszafele pedig lejtővel ugye mennek lefelé a gépek, és ez szakadékba végződik az út. Szóval ott azért van egy kis zapszem az emberbe, hogy ezen a kifutópályán végigmenjen, és hát elég sok baleset is történt a 2004-es időszak előtt, sok gép lezuhant, mert olyan körülmények között is repültek, amikor nem lehetett volna. Tehát mondjuk rossz látási viszonyok, szél miatt, és mivel ezeknek a gyorsan változó időjárási jelenségnek a repülőtér nagyon ki van téve, ezért tényleg csak jó körülmények között lehet berepülni oda. Arról is beszélt, miért nem olyan egyszerű az európai embernek ez a túra? Lassú, mindenféleképpen lassú. Meg kell tanulni egy picit elengednie magát az embernek, és csak lassan kell közlekednie, egyrészt a magasság, illetve nagyobb rész, főleg a magasság miatt, de másik részt a nepáliak azért lassú emberek, tehát hogy nem érdemes elkapkodni a dolgokat, és azért ez egy komoly és nehéz trekking útvonal, nem a technikai nehézségek miatt nehéz, mert tulajdonképpen bakancsba végigjárjuk az egészet meg túrabottal, hanem ami a nehézséget adja, az főleg a magasság lesz, és a ott lévő kultúra miatti, hát így megfelelés, vagy elengedés, például nagyon fontos az, hogy nagyon alázatosnak kell lenni a hegyek irányába. Most ez a hegyek, ez több mindent jelöl, magasságot is jelöl, mindenféle időjárási tényezőt jelöl, de tényleg nagyon kockázatos az, hogyha nyugati emberként viselkedünk ezeken a helyszíneken. Egy nagyon egyszerű példát fogok mondani, például ki kell bírni fürdés vagy hajmosás nélkül. Mert abban a magasságban 4000 méter vagy 5000 méter felett azért az emberi szervezet nem úgy működik, mint alacsonyabb magasságokban, és hogy az ember mondjuk vizes fejjel akár kimegy és megfújja a szél, pillanatok alatt az egész trekkingét elrontja, mert ott már nem nagyon tudsz meggyógyulni. Tehát abban a magasságban igazából a teste az embernek szép lassan elkezd leépülni. És hiába akklimatizálódik a magassághoz, hozzászoktatja a szervezetét a magassághoz az ember, attól függetlenül nagyon könnyű betegnek lenni. És rendkívül alázatosan kell viselkedni a hegyekkel szembe, hogy megengedje a hegy úgymond azt, hogy az alaptáborba eljussunk.
A világ egyik leghíresebb tábora ez, a világ leghíresebb hegyvonulatán. Az Everest megmászásához engedélyre van szükség, amit az elmúlt évben több mint 400 vállalkozó szellemi mászónak adtak meg. A táborba azért nem ilyen bonyolult az út. Az Everest alaptábor az, hogyha a luklai berepülést számítjuk, akkor 2800 méter magasról kezdődik, lukla azon a magasságon van, a tengerszint felett, és aztán az Everest alaptábor 5300 méteren van, 8 nap alatt érjük el az alaptábort, de utána még szoktunk magasabbra menni, ott van a Kalapatár csúcs az alaptábor mellett, az 5650 méter magas, pazar kilátással a Pumori csúcsra, az Everestre, a Lhotse-ra, a Nupche csúcsokra, tehát egész fantasztikus helye a földünknek, és az a vége, illetve hát utána vissza kell sétálni ugyanazon az útvonalon, de ennek az útnak igazából nem a csúcs élmény a lényeg, hanem ez az út, ez olyan, mintha egy komoly zarándokút lenne, és nem klisészerűen akarom ezt használni, hanem tényleg annyira meg kell változtatnia az embernek a gondolkodását egy ilyen úton, hogy sikerre tudja vinni ezt a trekkinget, ami miatt egész életében tulajdonképpen emlékezni fog egy ilyen útra. Bár ki van építve végig az útvonal, úgynevezett teaházak vannak, amiben lehet aludni, lehet levest enni, sőt igazából nagyon jó kaják vannak, tehát jakburgertől steaken át szinte minden kapható ezekbe a házakba, és ez egyfajta nehézsége is az útnak, hogy meg kell állni azt, mert igazából a lefelé tartó emberek, akik már jól aklimatizálódtak, azok tudnak ilyen nehéz kajákat enni, de fent amúgy sincs étvágy az embernek a nagy magasságban, vagy a nagyon magasságban, úgyhogy azért nagyon kell figyelni, és alázatosnak kell lenni. Radics Tamás ezeken kívül Nepálról is, a nepáli törzsekről, ahogyan ő fogalmazott, az életmódról és a környékbeli nevezetességekről is beszélt előadásában.